Nem csak turisztikai beruházások, hanem egyre több útfelújítás, útépítés, munkahelyteremtő beruházás történik térségünkben is. Az M4-es városunkat érintő, térséget érintő szakaszáról kérdeztük F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt. Az előttünk álló időszakban mi várható, melyek várhatóak még nem csak Karcagon, hanem a környezetünkben? Ami legfontosabb, és én azt gondoltam, hogy ez mindig csak egy álom. Jövő februárban át fogják adni a 4-es utat Törökszent Miklós nyugatig. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy 35 kilométerre Karcagtól már elérhető a 4-sávos 4-es út. Ez, aki Budapestre megy és a 4-esen megy, már érzi annak az előnyét, hogy mennyivel jobb a 4-esen menni Budapestre, tehát a 4-sávos részen. Ez most már Törökszent Miklósi elkerülőtől jövő februárban, akkor leteszik az alapkövet, és akkor jön Karcag felé ez a 4-sávos 4-es. És hát amikor el fogja kerülni Karcagot délről közelebb a városhoz, mint az eredeti terv, akkor meg fog épülni a Karcagot keletről elkerülő út is, tehát a 4-es és a nagyjából a Kuhegyesi út, ott a Kátisz magasságába fog becsatlakozni az út, tehát az a kamionforgalom, az a teherautóforgalom nem fog a város főterén, a Madarasi úton, a Kálvin úton, a Püspökladányi úton keresztül menni, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép, csendes városközpontja lesz Karcagnak, mint amilyet mindig is szeretünk. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.